Sziasztok, ez itt a Női Napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Annácska. És Háver Varga Marian. Reméljük, hogy nagyon kellemesen telt az év utolsó néhány napja. Mi nem is jelentkeztünk, ezt így csaptuk magunkat, nem-nem. De, de, de kicsit, de, de és kis kis hogy az, az, az év első pár napja is, hogy reméljük, ja. hogy jól sikerült, hiszen már egy hét elment ebből Bizony. az évből is. De... Nagyon fontos fogadalmat tettem. Az egyik fogadalmam az volt, hogy nem lesz fogadalmam, a másik fogadalmam az volt, hogy jó, egy mégis lesz, az, hogy nem félek. Na szép. És ezzel a mondatommal már tulajdonképpen át is vezetem a mai témánkat, és bemutathatom mai vendégünket, Szatmári Nóra, közgazdász, asztrológus, mediátor. Szia! Szeretettel köszöntök! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. És ez a mondatom, hogy nem vagyok hajlandó félni, szerintem talán a te érdeklődésedet is felkeltheti, mert bizonyára minden nap találkozol azzal, hogy megkeresnek téged akár asztrológia iránt érdeklődők, akár mediátori munkád iránt érdeklődők, hogy, hogy félelem dolgozik bennük, hogy a külső körülmények mennyire meghatározzák a gondolkodásukat, az érzelemvilágukat. Szóval, hogy talán érdemes lenne, Annácska, nem tudom, mit gondolsz erről a felütésről. <laughs> nekem nagyon tetszik. Én évelején mindig az vagyok, aki habzolom a, a, mindenféle ilyen asztrológiai képleteket, meg őrületeket, hogy, hogy na majd ez az év mit hoz, és amint olvasok valami rosszat, ami nem tetszik, akkor mindjárt nem hiszek benne. <laughs> és nagyon jól teszed. <laughs> szóval így, én erről ezt gondolom, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy Nóra erről mit gondol. Azt tudom nektek mondani, hogy ez a félelem dolog, ugye elkezdünk félni, és beivódik az agyunkba, a tetteinkbe, és minden egyes napi cselekedetünkbe. Tehát félni, ez egy brutálisan rossz dolog. Ostobaság, butaság, felesleges, és mi energia megy el vele? Elpazarlódik vele egy csomó energia, hogy jaj, én most attól félek, hogy tudom-e fizetni a hitelt, átvonul-e hozzánk a háború, mi fog történni, meghal -e az anyukám, nem tudom, tehát hogy akár anyagi, akár bármilyen egyéb szempontból, és amikor ezzel jönnek hozzám, hál' Istennek egyébként a klientúrámnak a nagy százaléka már nem fél, mert ugye régóta jár hozzám, és már rég kiütöttem a fejükből azt az elképesztő gondolatot, nem kell félni, mert aminek kell, hogy történjen, úgyis is megtörténik, ami meg nem kell, azt meg inkább ne vonzuk be. De egyébként ez a félelem, ez a legrosszabb dolgok egyike tényleg azt mondom, hogy ne, ne Van erre valamilyen, valamilyen technika, amivel ezt el tudjuk engedni? Mert hogy én is nagyon parás vagyok, tehát hogy ez nagyon jó ez a mostani téma, mert hogy én, magam, tehát én magamnak is vannak millió olyan félelmem, amit aztán persze addig-addig gründolok, <laughs> az, évszava, az évszava, az a gründolás, hogy bevonzom, és amit mondtál is az előbb, hogy ezeket ne, ne vonzuk be, és hogy tényleg próbálok így tudatosan most már távol tartani magamtól ilyen félem, de azért csak oda kúszik, tehát ilyen alattomos módon. Van erre valami technika, hogy ezt, hogy, gyűsük. hogy gyűsük ki? Bevallom neked őszintén, hogy, hogy nyilván millióféle technika nah. van, és nyilván millióféle ö, szakmai területen, akár egy pszichológia, kineziológia, természetgyógyászat, akár asztrológia, vagy egy egyszerű valamilyen típusú tanácsadás, segítő tanácsadás, nem biztos az ember hal ezt, azt, ezt csináld, de azt csináld. Ami nekem egyébként bevált, és évtizedek óta művelem, van egy füzetem, és a valami kétsége fog bármivel kapcsolatban, azonnal írom, hogy minden rendben lesz vele, megoldom jól meg tudom csinálni, lesznek hozzá segítőim. Tehát nem azt írom le, hogy nem lesz probléma, és, és nem lesz semmi baj. Tehát ezt a nem, meg ez a, a lesz, ezeket Aha. így nem kötöm össze, hanem muszáj, hanem abszolút az, hogy mindent meg tudok oldani, mindent meg tudok csinálni. És egy rövid történetet hadd engedjek meg kifejezetten rólam. Hát most már ugye tavalyról beszélünk volt egy lakáscserénk, és uh, hát egy olyan elképesztő uh, hullám vasútra ültettem rá a családomat ezzel a költözéssel, a lakásadásvétellel, hogy előbb vettünk lakást, mint hogy eladtuk volna. Ah, de de szép. Szép. De Igen. Szép. Igen. És úgy, hogy közben azt már le is foglalóztuk, és nem kevés összegről volt szó, és azt mondtam, hogy ha elbukjuk, akkor meg fogsz ölni, vagy mit fogsz elmcsinálni, és azt mondta, hogy nem szívem, szeretlek, akkor együtt buktuk el. Tehát ugye ez itt jó. tök jó élmény volt, és ugye innentől kezdve nem volt bennem félelem, mert hogy nem kellett attól tartanom, úgy, hogy valaki számunk éri rajtam. És mit csináltam? Elővettem a füzetet, és felírtam, hogy március x ére eladjuk a lakást, április x megkötöm a bankkal a szerződést, hm, június 1 elsőjén költözünk. És ezt ugye februárban megcsináltam. Oh. Gyerekek, napra pontosan végigcsináltam az egészet. De nagy. Mert egyszerűen befókuszáltam arra, hogy én ezt meg tudom csinálni, és egy pillanatig sem azon pörgettem a gondolataimat, hogy jaj, mitől kell félnem, vajon megkapjuk-e a hitelt, vajon tudok-e szerezni szállítót, fuvarost, megcsinálják-e, létrejönne, hanem abszolút csak arra fókuszáltam, hogy mit kell megcsinálni az adott feladattal kapcsolatban, és minden mást ilyenkor ki kell zárni. Szóval ezt tudom neked egyébként technikaként. Ez mondani. Ez a füzet, ez nem, nem, nem egy. Én már, már ez elkép elkép egy jó, hogy melyik, melyik lesz ez a füzet, amikor hazamegyek. És nem is azt mondom, hogy ez nem lesz rossz ez a füzet, hanem ez egy jó ötlet. Ez nem azt mondom, hogy nem rossz ötlet, hanem ez egy jó ötlet. Én már akkor már azt a nem, nem szót, ezt valóban ki kell. És ezt hangosan ki is kell mondani, mert hogy azt is mondják, hogy, így, hogy, hogy az univerzum felé ezeket így ki kell bocsájtani, hogy sikerülni fog, működik majd. Tehát, hogy ezeket én az írást tartom, mint egy ilyen fizikai megvalósulást Aha. egyébként iszonyú jónak. De is vésődik. Ö, mert hogy bevésődik, mert csak az ugye, ö, hogy visszakanyarodjak az elejére. Nagyon sokszor hallom azt emberektől, hogy hát ez a teremtő ereje, ez nem működik, ez egy hülyeség. És akkor azt szoktam mondani, hogy aha persze, ez <laughs> <laughs> én tudom, hogy működik. És akkor mondom, te hogy csinálod? Hát elképzelem. Ja, és csinálsz valamit érte? Hát nem, hát most, ha, most vagy működik a gondolatérje, vagy nem, mondom, értem, amit mondasz, de a gondolatérje úgy működik, hogy fizikailag merre rakom a napot, az időt, az energiát, a tettet. Ja, hogy csinálni is kéne. Hát igen, szóval ez egy nagyon nehéz történet, Aha. de alapvetően úgy működik a rendszer, hogy igen, megteremtődik a fejemben és utána nyilván csinálok akár egy listát hozzá, egy feladatlistát, bármit, akár idő intervallumokat behatárolva, és utána jön az, hogy akkor viszont el kell kezdeni rajta dolgozni. És ugye itt jön egyébként nagyon szépen közben az asztrológia is, hogy nagyon sokszor elmondom a klienseknek, hogy az asztrológiai önmagában nem egy működő folyamat, attól működik, hogy vannak bizonyos tendenciális energiák, akár anyagi, morális, etikai, párkapcsolati szinten, de ha én azt mondom a kliensnek, hogy figyelj, ekkor és ekkor van arra esélyed, hogy. De ő nem csinál semmit, ugye neki csak az jut el az agyáig, hogy neki esélye van arra, de az már nem, hogy meg kéne csinálni, és akkor kéne csinálni, akkor ugye elúszik az egész. És akkor persze visszajön, hogy hát nem úgy, meg nem akkor, de mondom, nem csináltál valamit? Mondom, jelentkeztél a valamilyen társkereső oldalon, próbálkoztál, elmentél ide, beadtad a pályázatodat valóban, hát nem, na mondom, akkor kezdjük előről, jó? És akkor ott leültetem a klienst, leíratom vele ezeket a dolgokat, és amikor elmennek ezekkel a listákkal, utána már másképp jönnek vissza. Képzeld el, minden, amit leírtam, működik. Tehát ennek az írásnak egy ilyen kiírás fizikai folyamata van, ahogy mondtad, hogy berögzül. Mert berögzül a papírba, látom, bármikor újra elővettem, elolvashatom, akár minden nap, ráismétlek, hogy igen, jó vagyok, meg tudom csinálni, képes vagyok rá. Egy huszáros vágással. Kérlek, kérlek. <laughs> Rögtön arra felé mennék, hogy 2023 a mars éve, ahogy mondják, és hát pont egy olyan konfliktus zónát, illetve annak a folyományait tapasztaltuk meg mi itt Közép-Európában is, ami azért nem tud egyik pillanatra a másikra véget érni, még ha fizikailag véget is ér, számos pénzügyi, kereskedelmi, gazdasági emberi vonatkozása lesz. És azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy a Mars az egy nagyon erős kiáramló férfias energia. Ez viszont a női napozó, és engem annyira érdekelne, hogy az a, az a trend, vagy az a az a hullám, ahogy a női energia elkezd ébredni, vagy elkezdett ébredni az elmúlt években, az vajon tud-e most tompítani ezeken a konfliktusokon? Ez a, ez a fajta megújhodás, ezt ez tud-e segíteni most egy kicsit az emberiségnek? Valahogyan, biztosan. A marsal, öm, ugye a marssal kapcsolatban is van egy olyan típusú tévhit, hogy ha bár nagyon szépen megfogalmaztad, hogy ugye mit csinál a Mars, milyen típusú energiát fog <coughs> nekünk, és tulajdonképpen nem is mostantól, hanem majd a napfordulótól, márciustól adni nekünk, ö, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a, a Marsnak ö, ugye van egy csomó jó energiája. Tehát nem csak az hogy a harciasság, meg a háború, meg a fegyverkezés, meg a tűz, mert ugye nagyjából ezeket a szavakat kötném Igen. hozzá, hanem nézzük meg ezeknek a szavaknak ugye a pozitív oldalát a háború, megvívni a saját háborúmat mondjuk a saját önvalómért. Megvívni a saját harcomat, mit tudom én, a bolond szomszéddal, vagy a rossz főnökkel, hogy igen, akkor azt mondom, hogy elköltözöm, vagy, vagy munkahelyet váltok, ugye ezek, és akkor rögtön a egy kicsit más aspektusban jelenik meg ezekben a megközelítésekben. És az, hogy női oldalról ez hogyan működik, a kérdése teljesen jogos, de azért azt ne felejtsük, hogy nagyon hosszú ideje élünk egy olyan világban, ahol a nők egyre inkább magukra vannak maradva, helyjel közzel. Egyedül kell eltartaniuk magukat, a gyerekeiket, egyre inkább, és egyre többen vannak egyedül. És én azt látom, hogy minél több ideig van egy nő alapvetően egyedül, annál nehezebb lesz neki például párt találni, mert annyira beleáll már ebbe ugye kényszerhelyzetként, hogy neki egyedül el kell boldogulni ebben a világban, hogy egy idő után már nincs szüksége a férfi energiára, pedig ugye ez nem igaz, mert mm. akkor a mérleg nyelve egyszerűen nincsen kiegyensúlyozva. De mégis azt gondolom, hogy amit ö, ö, egy fontos tényező lehet, hogy ha már ugye asztrológia oké, okay, hogy éve, de azért lesz itt nekünk ö, két nagyobb, több jegyváltásunk, de a Szaturnusz is egyet vált majd március legelején, és átvonul a halakba, ahol egy kicsit ilyen lecsitultabb, csendesebb, hát picit ködösebb, tehát néhol ilyen ködösnek fogjuk érezni a helyzetünket, de alapvetően egy kicsit könnyebb lesz a helyzet, mint abban a vízöntőben, ahol ugye állandóan ez a levegőség, hogy nem volt kapaszkodó, hogy folyamatosan azt éreztük, hogy kihúzzák a lábunk alól a talajt. És ott lesz ugye a Jupiter, ami szintén a korsból átvonul a következő jegybe, majd májusban, és ö, gyakorlatilag azt mondom, hogy például a Jupiternek a beszorítottsága majd a következő, tehát ebben a bika állapotban ö, azért nem lesz könnyű, mert nagyon sokan azt fogjuk érezni, hogy, hogy még inkább be stabilizálódik, tunk, igen, aha. igen, bebetonozódunk, még jobban be, befásul ez az egész. Az a szerencsé, hogy a Jupiter azért nem olyan tartósan van egy egyben, mint egy Szaturnusz, ami ugye két és fél akár három évet is elhúzódik, A Jupiter azért viszonylag gyorsabban vált jegyet. De összességében továbbra is azt mondom, hogy ha megnézzük ö, globális és ö, ilyen komplex, ö, akár mondjuk Magyarország tekintetében, hogy és akkor merre hogyan tovább, akkor egyébként azt tudom mondani, hogy azért ez a a Szaturnusz, nem biztos, hogy olyan rossz Magyarország szempontjából, mert majd azt fogjuk érezni, hogy március eleje felé egy picit, az, a, például ez az infláció pont ebből fakadóan csitul, kicsit, ez jó. tehát én nem azt mondom, hogy megáll, mert az az nem igaz, de csitulni fog, tehát nem azt látjuk a boltba, hogy bemegyek és már megint 10 forintot nőtt a semle ára hanem azt fogom látni, hogy egy hétig nem nőtt a zsemleár. Aztán persze fog, mert ugye valami mindig elő fogja idézni, de egy kicsit mégis könnyebb lesz pont azért, mert a Szaturnusz ugye a, a vízöntőben nagyon úszik, Na, jól érezte magát, de sosem fogott talajt, és ezért van az, hogy ugye elszaladt a ló. De majd ebben a halakban egy kicsit úgymondva vizesebb, ilyen csitultabb állapotba kerül, és nem, nem lesz annyira ki döntve a nyelve. Aztán hát meglátjuk, hogy hogyan jön ez ki. A női szempontból pedig azt tudom mondani, hogy a nőknek, ugye évek óta mondogatom, hogy a nők nagyon nagy előnyt élveznek mostanában, mert hogy egyre többen dolgoznak, egyre többen dolgoznak nagyon jó és nagyon magas pozíciókban. Ugye két-három évvel ezelőtt én már jeleztem azt, hogy most már ugye a kormányunkban is nem lenne baj, ha mondjuk nők is szerepet kapnának. És ez nem politikai kérdésem tök jó, hogy végre azt látom, hogy a kormányban, meg magasabb posztokon, akár miniszteri vagy nagy állami cégek vezetői székeiben, azért így fölföltűnnek nők. És ez tök jó dolog, mert a női energia nélkül egyszerűen nem működik egy állam sehol, se És akkor, amikor például 2021 végén jeleztem azt, hogy nagyon kéne nekünk egy női vagy miniszter vagy államfő, milyen érdekes, hogy néhány nappal később bejelentették, uh -huh. hogy akkor egy női jelöltünk van. És én azt mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy ki az, de hát ez teljesen mellékes, hanem végre egy kis női energia. Há, és, és akkor reménykedjünk abban, hogy jót tesz ez nekünk, hogy ez a női energia megjelenik ezekben a vonulatokban. Bocsánat, én én le vagyok akadva itt még a női energia előtt. Annyira mondtuk, hogy melyik bolygó milyen jegyben van, hogy egy kicsit hozzuk már fel a hallgatókat. azért. Szerintem az érdekli, hogy a Jupiter a bikába megy, mert bika. Én bika ja, hajottam, De kicsi, kicsit vízöntő is. Tehát, hogy az, az mitől függ, hogy, egy, hogy melyik bolygót figyeljük, mert itt most mondtad a Jupitert, mondtad a Saturnust, tehát hogy, hogy ezek. Hogy, hogy, miért nem nézzük, mondjuk nem tudom, a hülyét fogok kérdezni, de jó, hát ha valaki megkérdezni ezt a, a hallgatók között is, a Vénuszt miért nem nézzük, hogy az, az hogy áll, vagy, vagy a mit e akármelyik másik bolygót még, hogy most miért ezeket ragadtuk ki, vagy, vagy ezek ilyen főbb csapás irány, vagy... Ö, igen, azt mondom, hogy a, ugye a Szaturnus szoktuk úgy hívni, hogy a nagy tanító. Aha. A nagy bölcs. És ugye pontosan ezért, mert hogy hosszú ideig tartózkodik egy egyben, ugye minél messzebb van egy bolygó fizikailag a Földtől. Na ez, ez jó, hogy most ezt így egy kicsit. Köszönöm. A, a, ugye annál hosszabb pályát jár be gyakorlatilag, és annál hosszabb ideig tartózkodik egy egyben. A Vénusz meg itt van a nyakunkon idézőjelbetéve, de ugye ha még közelebb jövünk, akkor a Hold még inkább a nyakunkon van. Nem véletlen, hogy a Hold helyel közel, ugye 28-29 nap alatt körbe szánkázza a Földet, és már kezdődik egy új holt A Vénusz meg körülbelül nagyjából adott esetben akár három-három és fél hét alatt is jegyet vált, mert az is egy ilyen nagyon gyorsan mozgó történet. Aztán ugye ott van a, a Merkur, ami szintén viszonylag ilyen, hát ilyen egy hónap, öt hét, attól függ, hogy hogy jön ki, meg ugye ezeknek van. Megint biztos a hajad égnek állna, és ha látnának minket most a nézők. Nagyon figyelek. van, a, van az úgynevezett retrográd folyamat, amely egy tolató folyamat, ez csak asztrológiailag létezik, mert ugye ez csillagászatilag ilyen, hogy egy bolygó tolat nem létezik, csak a Föld központoságunkból tekintve úgy tűnik, mintha hátrafele menne egy bolygó egy adott időszakban és ugye ettől, ettől is függ az, hogy például mennyi időt tart egy ö, egy bolygónak a, egy zodiákus bejárni gyakorlatilag. Ezért van az, hogy például most a Mars ugye nagyon hosszú időn keresztül mivel retrográd, egyfolytában, ugyanabban a, abban a jegyben jár majd hat hónapig, és ugyanez volt két év, vagy hat hónapon keresztül volt a kosban, miközben egyébként normálisabb, de csak két hónapig tartózkodik Aha. egy egyben, De nyilván ugye ez egy, ez egy azt mondom, hogy sokaknak kínai, és, igen, és igen, így engedjük igen. is el. Visszatérve arra a kérdésed, hogy mi, miért pont ezeket emeltem ki. Azért, mert ezek nagyon erős hatású bolygók. Az összes többi az, de például egy Vénuszt nem tudunk, vagy én legalábbis nem tekintek úgy, hogy most ilyen napi szintű befolyásoló eszközöm, mert ugye annyira gyorsan vált jegyet. Ott inkább azt nézem meg, hogy az adott jegyben, az abban az adott két-három-négy hétben mi az a olyan típusú hatás, amit ugye nyilván egyénileg akár rám, akár társadalmilag kifejt. Ezért van asztrológia blogom, ahol így tényleg ömlesztem magam a grafomán hatásomra az, a leíratokat, és akkor lehet engem olvasni, és, Mondjuk euh, már be, hogy hol, tehát hogy azért, na, tényleg most... Ez a bíbor Köszönöm. Igen. És uh, gyakorlatilag, uh, ha ott ugye fölmész, és akkor látod, hogy mi mindent írtam, leírtam, hogy hol van a Vénusz, a Merkur, a Jupiter, a Neptun, és akkor ugye, ha ezeket így szépen elolvasgatod egy-egy ilyen blogbejegyzést, és nagyjából, ami számodra, én mindig úgy szoktam mondani, hogy vond le azt, ami számodra kedvező, uh -huh. és akkor attól már önmagában jobban érzed magad, és akkor az alapján nyugodtan tendája felé, ami a célot Tehát ha én azt írom például egy Merkur miatt, hogy figyelj, a következő hetekben a kommunikációd jó lesz, vagy éppen megakad, ez általában minden emberre hat. Nyilván a napjegyünk, meg a saját egyéni ö, születési képletünk, az már ugye formálja a végeredményt, de az, az a tendencia, hogy a Merkur mondjuk ö, most ugye épp retrograd, tehát tolat, tehát akadozik a kommunikáció, néha nem feltétlenül úgy mondjuk ki, amit szeretnénk, ahogy szeretnénk, vagy egyszerűen elmegy a füled mellett, vagy tudod, nem azt hallod meg, amit aha, mondani aha. akarok. De amikor a, re a Merkur normálisan megy előre és halad, akkor ugye kevésbé vannak ilyen típusú problémáink. És ugye most két hét múlva a Merkur abba hogy ezt a retrogrált folyamatot, pont tegnap keresett valaki, hogy aláírnék egy lakásadási teszetet. Mondom, ne! Aha. Várd meg a január közepét. És akkor, miért? már mondom, a Merkur Jó, nem tudom, mi az, de, de mi a ja, ez, igen, ez a lényeg. A, a hallgatóink is picit úgy vannak, hogy jó-jó, nem tudom, retrograd nem tudom, volt ilyen okay, biztos film. aláírja de... meg, vagy ne. De jó. Szóval, hogy, hogy van ilyen, és uh, nyilván a, az a része ezeknek a folyamatoknak, hogy ugye egyénileg hogy kapcsolódik össze a te születési képleteddel. Az, ami most van a fejünk fölött, mert ugye ez a kettő értelemszerűen nem ugyanaz, az már tényleg azt mondom, hogy egy valódi asztrológusnak kell, hogy a feladata legyen, hogy a születési képleted és a pillanatnyi tranzitokat összerakja, és azt mondja neked, hogy most érdemes munkát váltani van olyan, hogy rákérdezek arra, hogy figyelj, nem akarsz te külföldre menni? De azt tervezem, hogy menjél, menjél, menjél. De Tehát, jó. És nyilván nagyon sok ilyen folyamata van ennek a történetnek, de sokszor elszoktam egyébként azt is mondani, hogy figyelj, kérdezek valamit, ez nem feltétlenül egy erőteljes hatás, de gondolkodjunk el rajta, ha? gondolkodjunk hangosan. Van -e esetleg valamilyen függőben lévő ingatlan ugye? Nem, nincs. Nem is tervezett? Nem. Akkor engedjük el. Akkor ja, ezt most nem akkor kell nincs. öltetni. Aha. Tehát én most nem De fogok... ez par no, ki... pa jó partnerkeresés szempontjából is, mert azért Igen. a bennünket hallgatók közül Igen. azért sokan vannak, Igen. akik partnerkeresésben vannak, hogy abban is segítség lehet, hogy mondjuk most egy Jupiter, hogy, hogy retrogrált retro, 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 vagy... A Akár. Uú, Igen, ilyen, van ezeket, is, fogom, én... ezeket fogom ezeket a szavakat használni. <laughs> <laughs> szóval, hogy abban is segítség ez, hogy... hogy Akár olyanban is, hogy hol keresgéljen az illető, mert, tehát hogy, bocsánat, hogy ez, ez de, de hogy én tudom, hogy ez sokakat ér. Ez egy probléma, mert ugye az online ismerkedés nagyon-nagyon nagy teret hódított, és ö, minden nem mindenki érzi komfortosan magát Igen. egy online társkeresőn. Igen. És nagyon sokszor én is visszakapom azt, hogy, de hát hova menjen, amikor igazából már nagyon leszűkült uh -huh. erre. Tehát ö, nyilván, mondjuk, ehhez van, ö, olyan kliensem, aki tudom, hogy fizikailag működő ilyen társkeresőt üzemeltet, és jól is működik neki, tehát nagyon ügyesen bánik ezzel a folyamattal, és ő az, aki azt mondja, hogy ő nem megy ki online-ra, nem viszi ki ezt online mert hogy keresik ezt az emberek. Tehát nyilván ugye az ember azért rákeres, előbb utóbb talál ilyen típusú forrásokat, de hát sokkal egyszerűbb fölcsapódni ugye arra a négy-öt nagyobb léptékű társkeresőre, ami, amiről, amit még én is ismerek, pedig nyilván nem keresek társat, de hát, ha más nem, olvasok róla, hallok Ugyan. róla, nem igen, megjelenik. és ugye megjelenik, és igen, sok a panasz, és visszatérve arra a kérdés, hogy, hogy hol, hogy ez megmondható-e olyan szempontból, igen, asztrológiailag én teljes mértékben meg tudom közelíteni, hogy azt tudom mondani, hogy társaságban, szűk családban, vagy nagyon kívül esik a komfortzónádon, Aha. vagy egy mozgás, utazás, sportolás, tehát valamilyen mozgó folyamatban, vagy például van olyan, hogy rákezdek, hogy figyelj, nem jársz most a külföldön, de mondom, akkor nyisd ki a szemed, mert, mert én abszolút egy ilyen külföldi, távoli, idegen hatást vélek Tehát felfedezni. Azt is meg lehet mondani például, ha valakinek van egy komfortzónája, amin kívül nem szeret mozogni, de az illető társ kívül, kívül helyezkedik azon. Tehát, Ö, hogy ilyen is? Igen. Tehát, hogy ez is egy igen. irány lehet, igen. Hogy, igen. hogy akkor tessék tágítani, tessék buszra ülni, tessék nem tudom közlekedni. Nagyon mert... jól. Bocsánat, hogy be szabad Na? Bevágok. a szabadba vágok. Remek példám van egyébként. Na. Azt mondtam egyszer egy, hogy szívesen, kedves, ezt tudjuk itt igen. a női napozóban. Nagyon, nagyon érdekes volt, mert azt mondtam neki, hogy szépen kérlek, menj máshogy munka, munkahelyre, mint ahogy eddig tetted. De hát hogy, hát ő gyalog, legyalogol az egyik utcából, és mondom, nem érdekel, akkor tegyél egy kerülőt busszal, vagy villamossal. <laughs> és akkor így nézett furán rám, mert értettem a reakciót, hogy hát hogyan ne mehetne tényleg, ha hát egy utcányit legyalogol, és neki még kényelmes is ez a gyaloglás, hát bérletes sincsen. És akkor fölhívott egyszerűen, hogy képzeljem el, hogy ő úgy döntött, hogy hogy ő vett magának egy görkorcsolyát, majd régen szeretett görkorcsolyázni, és hogy az történt, hogy egyszer csak mögé állt egy, egy másik fiú, szintén görkorcsolyázni, és mondta, hogy kicsit lapos a hátsód. De aranyos! És sárját, szeretnék ugye... ilyennel ismerkedni. <laughs> és akkor ugye én is így fölcsattantam, hogy mi egy görkori, gör milyen lapos hátsóról beszélünk, és hát ez volt a, a szöveg. Na és hát ők azóta is együtt vannak. Wow. Na ennyi! Szívesen. Ugye. Tényleg mindenkinek, aki most görkorcsolyázni kezd, majd keresünk egy ilyen szponzort is. <gül> <gül> Így van. Na akkor én most gyorsan visszakapcsolódom Jó, a, okay. a másik vonalra. Mert engem nagyon érdekel például, és te magad is utaltál erre, hogy a nők egyre erőteljesebben megjelenhetnek bizonyos pozíciókban, de közben meg ugye a magukra hagyatottság is ott van. Tehát, hogy milyen érdekesen szétválnak itt most a férfi-női kapcsolódások. De hogy ez a fajta női pénzügyi tudatosság, vagy általában a női tudatosság az erősödhet-e most például a következő évben, években? Például, hogyha valaki mondjuk személyes tanácsadásra megy hozzád, ugye közgazdász is vagy, nyilván látod azokat a globális folyamatokat, amelyek mennek, és amiket nem fogsz tudni kikapcsolni, mert hát az ott dolgozik benned. Tehát, hogy, hogy lesz-e ezzel kapcsolatban valamilyen pozitív változás, Számíthatunk-e arra, hogy ez a fajta női energia esetleg mondjuk akár a kereskedelemben, a gazdaságban, globális szinten is megjelenik? A kérdés teljesen helytálló. Szerintem egyre nagyobb teret hódítunk mi nők, és egyre több ötletünk jelenik meg itt, meg ott, meg amott. És ö, van egyébként pont a... Ö, nem olyan régen beszélgettem valakivel, egy hölgy, aki ilyen kutatóintézetben dolgozik, Ilyen biológiai területen. És mondta, hogy náluk az elmúlt 10-12 évben nagyon úgy fogalmazott, hogy sunyi, alattomos, lapos módon, de a, a teljes létszám az nagyjából, amikor ő oda került, akkor 80-20% volt a férfiak javára, most meg egy ilyen nagyon erős 50-50%-ban vannak, mert hogy egyre több nő szeret tanulni egyébként ilyen innovatív dolgokat, akár orvos, vagy biológus, vagy, vagy high-tech, vagy valamilyen, akár valamilyen technológiai területen. És ami még nagyon érdekes, és ezt közvetlen kézközelből látom, van például Magyarországon egy olyan külföldi kamera, ami kifejezetten csinál nőknek technológiai ilyen Ilyen építő jellegű kiállításokat, bemutatókat, és akkora érdeklődés van, hogy egészen megdöbbentő, hogy mennyi nő megy el egy ilyen előadásra, egy ilyen megmozdulásra, egy ilyen napi szintű kínálkozásra, mondjuk így, mert hogy itt nyilván megjelennek a munkaadók is valamilyen formában és egészen meglepő az, hogy, hogy nem igaz, hogy el vagyunk nyomva nőként. Nyilván vannak olyan területek, ahol, ahol a férfiak még mindig nem fogadtak be minket, és lehet, hogy meg nem is fognak sokáig, de hogy egyre több olyan terület van, ahol egyébként látom én magam is, mert én a kliens, hogy és végre sikerült áttörnöm a falat, és ezt csináltam, azt csináltam, azt csináltam. Szóval alapvetően szerintem egyébként, ha van kellő eltökéltség, hit, akarat, meg nyilván azért mondjuk nem baj, ha van kellő önismeret is mindehhez, akkor szerintem egy nőt ma nem lehet megállítani abban, hogy ő följusson a csúcsra. Egyébként kézzeljétek erről, hogy teszem, hogy a második kerületben volt egy kezdeményezés, meg is valósult, csak nők számára nyílt barkácsműhely. Wow. Hát imádom. Wow. Vagy lehet kapni például pink színű készletet nagyon szeretnék. <laughs> Várjuk a támogatást. Ezek mind, mind igen. Ezek mind ilyen szimbolikus dolgok, de közben meg mindig ott van bennem a kérdés, hogy oké, okay, emancipáltan állunk ehhez, és a függetlenségünk és a szabadságunk tök fontos, meg az, hogy saját magunkat tudjuk valamilyen pozícióba tenni, és ne kelljen mindig valakitől segítséget kérni. De ez azért vissza az irányba, hogy egyre kevésbé lesz akkor szükségünk arra, hogy bárki is segítsen nekünk, és akkor itt visszacsatlakozom a beszélgetésünk elejére, mert pont ezzel nyitottál. Hogy, hogy megvan ennek a hátránya. Meg, megvan ennek a hátránya, viszont mégis van egy jó hírem, azért én nagyon sok olyan fiatal lányt, nőt, asszonyt látok, aki x idő után egyszer csak pár kapcsolatral el. Tök, tök váratlanul, már lemondott róla, elengedte, ugye ezek szép kifejezések szoktuk használni, és egyszer csak változik a trend, és egyszer csak úgy jön vissza, hogy és képzeld el. Én nem tudom, én egyébként, ahogy beszélünk itt az emancipációról, persze nagyon jó meg, de én azért szeretem azt, hogyha ha, tehát hogyha nem mindenre én magamra vagyok utalva, tehát nekem volt az életemnek, és tulajdonképpen a mai napig is így élek, tehát hogy hiába vagyok éppen párkapcsolatban, vagy házasságban, vagy bármiben, azért az én magam megvalósulása, vagy, vagy előteremtése az, az mindig egy ilyen nagyon, nagyon sarkos pont volt, hogy, hogy és én azt nem biztos, hogy szeretném. Tehát, hogy én köszönöm szépen, én, én örülök, hogy mindenki pozícióban van, meg nem tudom, de hogy olyan jól esik egy nekem, hát most magamról beszélek nyilván, egy kicsit így, hogy mondjam, ellágyulni, hogy ez az éves segít nekünk így horoszkópilag, vagy így asztrológiailag abban, hogy a nők ellágyuljanak, vagy a mars az ezt is majd uralni fogja, hogy hogy mondjuk egy ilyen típusú csaj, mint én, hogy még jobban figyelem, hogy nem tudom, ilyen dárdával a kezemben. <gül> hogy, <gül> de el is tudlak képzelni. De, de kérlek, kezemben. <laughs> bennem nincs ez a lágyulás, pont ezt beszéltünk Mariankával, hogy olyan, jó lenne ezt sugározni, hogy ilyen nagyon csajosan csajos, is nőciskedünk. Lenni. Úgy é, szeretnénk nőciskedni. Pipiskedni, lenni. de nem, igen, szóval, hogy, hogy mi ez az év, ez így, mit, mit hoz rá? Tudunk nőciskek <laughs> lenni ebben az évben? <laughs> ja. Hát, ha nagyon szigorúan csak az asztrológiára hagyatkozunk, akkor ne. kevésbé. Oh. De ugye emlékszel, volt egy ilyen mondatom, és te is biztos visszatekered akkor, akkor azt mondtam, hogy nem minden függ az asztrológiától. Tehát, hogy azért én attól lehetek szőke vagy barna, vagy vörös, hogy mondjuk az asztrológus azt mondja, hogy figyelj, neked inkább feketének kéne lenne. De hát én szőke akarok lenni, akkor szőke leszek. Punkul. De az nem gátolja esetleg az én energia áramlásomat, <laughs> hogy én azt mondom, hogy de már pedig fekete akarok lenni, pedig mondjuk a csillagok azt mondják, hogy nem, hogy nem, nem. Nem kell vörös. szőni. értelek? Szerintem nem, mert ez megint csak a gondolat teremtőre, hogyha én elhatározom, hogy ez engem nem befolyásol, akkor én úgyis átmegyek minden falon. Igen, de a kis hangya ott van bennem, hogyha valami nem stimmel, akkor hop-hop. Biz, biztos az feketének kellett volna Feketének kellett volna lenni. Ez most azért nem sikerült úgy, mert nem fekete. Tehát, hogy ez akkor mindjárt, amikor van egy bukkanó, akkor mindjárt rákenjük arra, hogy. És egyébként ez mankóként is, tehát az asztrológia az, ahogy én mondtam az elején is, hogy én szeretem azt benne, amikor amikor azt veszem ki belőle, hogy segít hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az, amit engem erősít, és akkor amikor beleírják, hogy nem tudom, házassági kudarc, vagy nem, nem tudom, jó, 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 ez pont nem rám vonatkozik. Ja, helyes. Szóval, hogy ezért talán tanácsosabb az, hogyha egy komplex, pontosan rám vonatkozó eh, asztrológiai képletet nézzünk, nem az újság hátuljában a négy mondatot. Ö, biztos, hogy ez így van. Mm. Biztos, hogy ez így van. Ráadásul azt látom, hogy azért lássuk be ezeknek az újságoknak a, a négy soros horoszkópjainak a nagy részét ezért Újságíró írja, hogy az eladható legyen, nem pedig hozzáértő. Ö, és akkor most erre mit mondja? De meg is értem, tehát nyilván most ő miért fizetne meg egy újság az asztrológiában egy jártas szemét, amikor tulajdonképpen fizeti az újságíró. Írjál már valamit, fiam! Aha ezért mondom azt, hogy szerintem célszerű egyébként tematikus szakmai blogokat olvasni, és ez minden területen így van. Mondjuk be újra akkor a te blogodat kérlek. bivorcillak.hu. Így tehát, és van, tehát hozzáteszem, van egy csomó nagyon jó asztrológus. Van jó, olyan, de akit... nekünk most te vagy a vendégünk, úgyhogy most Köszönöm. téged, téged forszírozunk. Én egyébként van olyan, akit olvastam nagyon sokáig, és egy idő után rájöttem arra, hogy elkezdett negatívan írni, tehát egyre negatívabban. És nem tudom, hogy mit, nem, mert hogy nem ismerem személyesen, csak azt tudtam, hogy ő jól ír, jó dolgokat ír. Én viszont például minden blogbejegyzésem és tényleg azt javaslom, hogy olvassatok el két-három gondolatmenetet tőlem, és azt fogjátok látni, hogy még ha úgy is kezdem, hogy ez nehéz, ez kicsit bonyolult. A végére megkapod a megoldást, hogy mit tudsz ellenteni, hogyan tudod megvédeni, mi az a pajzs, ami ki fogja ezt neked védeni. Mert olyan nem létezik, hogy oké, okay, jön egy tégla, a fejemre fog esni, tudom is. De akkor oda tartok egy esernyőt. Na akkor legalább kisebbet üt. Uh -huh. Tehát ütni fog, de kisebbe. Uh -huh. És már, már rögtön mentettem valamennyit. Vagy kötök egy életbiztosítást. Vagy igen. igen, ez És ugye a ért... nem hagyom bajban. Tehát, igen. Ma a magunkért vállalt felelősség, amit mondott is az Anna, hogy nem lehet mindent átolni valaki másra. És egyébként itt ez egy tök jó dramaturgiai pont, amikor bejelentettem, hogy hamarosan a weboldal a női napozó kezdte weboldala, is élesedik egy csodálatos nő segítségével. Igen, igen, barát Viki, ami barát nőnk, szó szerint ő készíti a, a weboldalunkat, úgyhogy majd ott is lehet bennünket követni, és szerintem ott is visszahallgathatóak leszünk. Engem és a Nórának a blogja is. Bocsáss meg Na? Annácska, csak egy mondatot igen. akartam még a weboldalhoz mondani, igen. hogy, és egyébként ott cikkek is megjelennek majd, és pont az egyik ilyen, neked. az egyik nekünk, az egyik ilyen cikk, amit majd hamarosan fölteszünk. 2023-as év előrejelzéseit is egy picit áttekinti, és ott olvastuk, hogy a Plutó, amely komplet nemzedékekért felel, és amely nagyjából ugye ilyen három évtizednyi időszakot szokott átfogni, az most ismét jegyet vált, és egy csomó új generációs gyermek jön, és hát azt gondolom, hogyha most hallhattunk az elmúlt években az Y meg az égenerációról, generációról, és nem is mindig pozitív képzett társítással, meg mindenféléket el szoktak mondani erről a generációról, az X generációsok, az, az mi. Mi a helyzet ezzel a most születő, az új Plutó, vagy a megújuló plútó alatt születő generációval? Őszintén, szóval a témával még olyan behatóan nem találkoztam, és nem foglalkoztam, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudok a kérdésre válaszolni. Alapvetően van egy fiú kliensem, aki több mint húsz évvel fiatalabb nálam, és ugye most már, hogy én is jó értelme van az, hogy korban vagyok, és amúgy nem szégyellem a koromat, nagyon jó azt látni, hogy úristen, hogy nőtt föl mellettem már ugye azért két generáció tulajdonképpen, és ez a fiú megkérdezte tőlem decemberben egy konzultáció, hogy te Nóra, hogy lehet az, hogy egy csomó embernek rossz, nekem meg jó és azt mondtam, hogy azért, mert így akarod megélni. Aha. Mert te nem foglalkozol azzal, hogy lehetne rossz is. Te azt nézed, hogy hogy csinálj belőle. És uh, nyilván a generációkon belül is azért vannak ugye ilyen törésvonalak, mm. hogy, hogy akkor ez a generáció, te az eleje, a közepe, a vége, uh, és ugyanúgy abban a generációban is fognak Einsteinnek születni, meg fognak nyilván uh, kevésbé tehetséges emberek születni, de összességében azt gondolom, hogy uh, ahogy elmondtuk már az elmúlt 5-8-10 nagyon nagy feladatunk lesz, és globális feladatunk, ez a fránya felmelegedés, meg, meg a, a tisztaság, meg ugye, a, főleg az elme tisztítása. Meg a víz. Meg a víz, igen, mert ugye az megfogy, és nem is hogyan Szerintem az a generáció, ami most van a, ebben a 0-20 közötti periódusban. Ő nekik szerintem nagyon fontossá fog válni egyébként a környezettudatosság, tudatosság, és a következő generáció pedig szerintem pont a vízöntő hatás miatt ezt tovább tudja vinni. Úgyhogy az, amit mi azért tegyük hozzá, mi azért keményen hozzájárultunk ahhoz, hogy most az van, ami van, akár az autóhasználattal, meg a fűtési módszerekkel, korszerűtlenségekkel, stb., az szerintem a mi gyerekeink, meg a mi unokáink megpróbálják helyre meg helyrehozni. helyrehozni. Tehát most jön az igazi vízöntőgeneráció, mondhatom Ö, Nem, 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 hanem ugye a Plutó itt most csiki-csukizik a következő évben, a, mert ugye most van még a bagban, akkor átmegy a vízöntőbe, ugye a Plutonak is van egy retrográd szakasz, vissza visszajön a köszönöm. bagba, Kicsit aztán vártam. hogy a vízöntőbe, és akkor onnan már nem fog ide-oda csukizni, csukizni, tehát gyakorlatilag ez a 2023-as év, az ilyen ide-oda Átmenet. átmeneti folyamata, de gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy, hogy a, nem lesz az a beszorítottság érzése. Tehát pont a vízöntőben tud egy kicsit ilyen lazább lenni, jönnek majd olyan ötletek, amikről ugye már azért hallogattunk ö, dolgokat, 5-10-20 vagy ilyen találmány, olyan találmány, csak hogy eldugják, meg nem beszélnek róla. Nem biztos, nem volt még itt az ideje, hogy előjöjjenek ezek a folyamatok, de majd most elő fognak jönni az új generációval, ami most ez a 0-20 között van, és majd az ő gyerekeik, bár nyilván ugye attól függ, hogy ki mikor vállal gyermeket, de majd tulajdonképpen az ő gyermekeik fogják ezt már újra jól érezni és jól megélni ezeket a folyamatokat, hogy már van valami, ami a kilátást adja, a bizakodást adja. Én egy kicsit, bocsánat, itt még visszamennék a saját generációnkra, mégiscsak a 40 pluszosokkal foglalkozunk az itt. Az első generáció, kérlek, mondd Kér Kérlek sebbem. szépen, 40 pluszosokkal, hiszen <laughs> ez a női napozó. Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ebben az évben hogyan éljük az életünket? ilyen kérdéseim vannak, hogyan éljük az életünket, hogy mondjuk pénzügyi területen inkább kezdjünk el spórolni, takarékoskodjunk, vagy éljük az életünket, mintha az utolsó nap lenne, utazzunk, jöjjünk, menjünk, bulizzunk, vagy inkább spórolni spóroljunk, tehát hogy ez, vagy legyünk mértékletesek mindenben. Ezt nem szeretném. Röviden a kérdésedre az a válaszom, hogy éljünk pozitívan. Aha. Bővebben pedig az, hogy élj úgy, ahogy szeretnél. Tehát nincs erre egy ilyen okosság, hogy akkor ez, ez most takarékosságra ind bennünket, hát nem tudom, a Jupiter, vagy a Szaturnusz, vagy a... Azért nem gondolnám, hogy van, mert ugye az ember más. Tehát hál' Istennek egyébként, hogy nem vagyunk egyformák. De az, aki eddig sem spórolt, annak én most mondhatom, hogy te most álljál nekem spórolni, mert bajod lesz. Nem fog spórolni, mert nem is ismeri ezt a fogalmat. Nem tud vele mit kezdeni. Az, aki viszont alapvetően föl van erre már készül, és évek óta úgy rakosgat szépen, nekünk is van egy kis számlánk, amire minden hónapban egy picikét úgy félre rakunk. És akkor így nézegetjük néha a férjem, hogy hm, mire is kéne elkölteni, és valószínűleg csak Aha. Nem, nem tudom, hogy csináljuk, de vagy mindig megmarad és, és emellett egyébként nem, 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 élünk szűkösen, Aha. tehát hogy nem, nem, azon nem az ö, két a igen, tehát hogy nem, túl. nem azon vergődünk, hogy most Párizsit vagy Sonkát vegyünk, tehát nem foglalkozunk ilyesmivel, és én, egyébként ez még egy jó válasz, hogy én amikor bemegyek a boltba, tényleg, hogy az elmúlt hónapokban azért elkezdtem nézegetni az árakat, tehát, kicsit jobban odafigyelek már én is erre. Régen nem foglalkoztam vele. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ha én meglátok egy kabátot, vagy meglátok valamit, ami nekem most az kell, akkor, akkor nem fogom vissza uh -huh. magam. Uh -huh. Tehát, mert hogy kell az az élmény, mert ha ezeket az apró élményeket megvonjuk magunktól, akkor be fogunk gyepesedni, el fogunk szomorodni, depresszióba esünk és erre nincsen szükség. Tehát nem élj, éljetek pozitívan lesznek -e? no. a, ah, Bocsánat, de már megint no. jön belőlem ez. No, no. Én, én egy no, ilyen földmegmentője misszióban Igen, vagyok kérlek. éppen. Lesz-e árvíz, nagy katasztrófa, vízhiány, bármi, amitől nem akarok rettegni nyilván, de hogy az évet esetleg befolyásolhatja? Um, az elmúlt... Uh hónapokban kezdtem el aktívan YouTube-ozni egyébként, úgyhogy lett egy saját csatornám. Ami néven, mondjuk begyorsan. Nóra Szatmári ékezetek nélkül, úgyhogy meg lehet engem találni. De nem is ez a lényeg, és nem is abszolút nem ezt most promóként mondtam, hanem több mint tíz éve csinálok egy úgynevezett újévi vagy szilveszteri Jósda partit, attól függ, hogy hogy jön ki a lépés. És att, ugye itt mindig telt házon, tehát ez a földobom egyszer így Facebookra, és gyakorlatilag ez ilyen 5 perc alatt betelik. Uh -huh. tehát, hogy, és mindig így szokták ezen, de meg se tehát mondom, nem kell meghirdetni, mert mert hogy elkelnek a helyek. És minden évben azzal a 12 emberrel, aki ott van velem, ugye én vagyok a 13., ővelük kihúzatok egy-egy tarókártyalapot, és ö, megcsináljuk ezt az úgynevezett éves tarókört, és el, hogy azt. Ö, ö, az összes lap előttem van egyébként, de ugye ezt föl is videóztam, fölraktam Youtube-ra, tehát azért mondom, nyugodtan nézze meg, akit ez érdekel. Úgy jött ki, hogy kijött a, a diadal, meg az uralkodónő július-augusztusra, és azt kell mondanom, hogy nem lesz a száj. Ez nagyon oh. jó. Tehát ez az egy, amit biztosan kimondhatok, hogy a nem lesz, mert jó termésünk lesz. Tehát az, ami tavaly volt, tényleg egyfajta dráma, hogy nekünk például a nyaralunkban a furtkutból elfogyott a víz. Meg, hogy egy kiló szilva 1200 forint Igen, avval volt szerencsém, mert nekünk volt két szilvafánk, de tehát önmagában az, hogy elfogyott a víz, az azért elgondolkodtatott erősen, de az idei évben én nem látom ezt a fajta nagyon erőteljes szikkasztó és vízelvonó hatást. Tehát nyilván az, hogy lesz árvíz, Hát a Jupiter halak amúgy hozhat ilyen típusú hatást, ha nagyon erőlködünk rajta, de meg hát nyilván világi szinten lesz, tehát valahol lesz. De én Magyarországra azt mondom, hogy jó termésünk lesz az idén. Igen. Közben Marionkának megcsörönt a telefonja, de hát ez jelzés. Ez, ez jelzés. Mi történik? <laughs> nem, Ez az élet. Hát ilyen az ez, élet. Ez az élet. Na. Tehát akkor nem kell legalábbis így Magyarország szintjén nem kell nagyobb katasztrófára számítanunk. Nem gondolnám. Jó, ez mondjuk egy pozitív dolog. Van-e valami üzenetet így a beszélgetésünk vége felé? Valami, amit te, Szatmári Nóra, aki egy millió éve foglalkozol asztrológiával? Éljetek pozitívan. Higgyétek el, hogy, hogy van miért élni, hogy lehet jobb, hogy lehet könnyebb. Nagyon jó. És akinek ez így nem elég, az keressen téged egész bátran, ha úgy Vagy van. tök mindegy, mert hogyha nem tudja elhinni, hogy lehet jobb, akkor meg se keressen, mert akkor én sem fogom tudni róla meggyőzni. Nincs erre egy terápia különben, hogy az ilyen negatívan gondolkodó embereket esetleg átfordítani a bolygók, hát... bolygók szavával? Biztos <laughs> Öm, van egy ilyen sikeres Ugye azért hozzám nagyon-nagyon sok olyan ember jár, aki nem, nem egyszer volt, Aha, hanem azért a jár. klientúrámnak a 70-80%-a masszív visszatérő, tehát 6-8-10-15 éve hozzám jár. És nagyon sok ember azért jár hozzám, mert azt mondják, hogy nekik már nem kell az, hogy most itt egy tarót emelgessünk, vagy asztrológiázzunk, vagy valami varázslást, vagy mágiát üzzünk, hanem csak az, hogy egy jót beszélgessünk. Aha. Mert hogy föl tudom őt tölteni úgy egy évre energiával, meg pozitív gondolatok, hogy ő azzal így elmegy. Mint jó. egy ilyen lokomotív. Jó, jó. minket hát is még... tehát Igen. hogy ez nem kérdés. És ott van mellé még a számmisztika, én sose felejtem el, amikor egy könyvbemutatón vettünk együtt részt, és pont kisbabát vártam, ugye, elsőszülött fiamat, és mondtad, hogy de úgy válasszál keresztnevet ennek a gyereknek, hogy a betű legyen benne. Igen. Úgy is választom. Na, és működik szóval, is a gyerek, hál' Istennek. Remélem. ]nek. Tehát, hogy számmisztika is ott van mellette. Ugye a közgazdász én úgy képzelem, hogy az, az mindig ott van a háttérben. Ma az mindig ott van. Tehát, hogy azért az egy ilyen, hogy, hogy így fogom, azok leföldelt téged. És egyébként meg, én ezt imádom, amikor valaki nem így a Fenn a rózsaszín felhőkben, hanem abszolút a földi valóságban él. És akkor itt van mellé, meg a me mediátor vonal, úgyhogy remélem, hogy lesz még alkalmunk erről is beszélgetni, mert ez nagyon átszínezi a képet. Örömmel. Jó kis évindítás volt. Nagyon meg vagyok jó. elégedve magunkkal. Ja, majdnem, remélem, köszönöm. hogy ti is, akik hallgattatok bennünket. Köszönöm, hogy elégedett vagyok. A műsor ez engem nagy örömmel tölt és meg is köszönjük a ti figyelmeteket is. Köszönjük szépen, jövő héten jövünk. Búcsúzik tőletek, Márány Annácska. És Háder Varga Marianka. És a vendégünk, Szatmári Nóra, közgazdász, asztrológus mediátor. Nagyon köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Sziasztok.